Nézzetek, Ámos 9-es. Szevasztok, Ámos 9-es nézők! A késő őszi, kora téli Mátra hangulata üdvözöl mindenkit. A néhány héttel ezelőtti csapatépítők helyszínéről köszöntelek most titeket, és hogy mi az oka, hogy itt vagyok. November 20-a vasárnap van, és ma este rendeznek egy válogatott mérkőzést a Puskás Arénában, Magyarország-Görögország, Gyuzsák Balázs búcsú meccse, és ott lesz jelenésem, úgyhogy én innen közelítem majd meg a helyszínt. Úgyhogy erről láthatok majd most egy kis vlog epizódot. A tervek szerint összefutok majd még szerkesztő társakkal, konkrétan Sanyival fogok találkozni, úgyhogy majd véletlenül ő is megszólal a mérkőzés kapcsán, és hát ugye a legfőbb apropója ennek a találkozónak a már említett Gyuzsák búcsú meccs. Nyilván én, mint Debrecen szurkoló, többszörösen érintett vagyok ebben, úgyhogy ezért is vállaltam be ezt a mérkőzést, hiába a cuddar időjárás, és hiába, hogy ez csak egy felkészülési meccs. Szerintem ennyit érdemel Gyuzsák, hogy tisztelegjünk előtte a 109. válogatott meccse alkalmából. Úgyhogy én tényleg bízom abban, hogy tudom, hogy sokan vannak, akik visszásnak tartják ezt az egészet, nem is kedvelik őt a döntései miatt, de remélem, hogy félre tudja ezt ma tenni mindenki, és ha más nem, legalább egy nagy tapsot, egy ovációt fog majd kapni a mérkőzésen, amikor mondjuk lecserélik őt, vagy az elején, amikor megkapja mondjuk ezt a emlék plakettet, vagy bármit, amit ennek apropóján majd kapni fog. Úgyhogy bízom benne, hogy félre tudja tenni mindenki a frusztrációját és a gyűlöletét vele szemben. Azért mégiscsak egy korszakos egyéniségről beszélünk, aki a tizen sok év alatt mindig ott volt a válogatottnál, ha kellett, ha hívták. Ő volt az egyetlen olyan, aki így a napjaink meghatározó válogatott labdarúgói közül soha nem mondta le a válogatottságot. Tényleg ő ott volt akkor is Andorrában, és amikor mindenki más nyaralt, meg pihent. Úgyhogy szerintem megérdemli, hogy tisztelegjünk előtte, úgyhogy várom az esti mérkőzést. Hajrá magyarok, hajrá Gyuzsák! Egy szavazást kérdést tennék fel, amit kérnek, hogy mindenki készfeltétellel szavazzon meg. Mégpedig ez a kérdés, hogy Gyuzsák Balázs megérdemelte-e ezt a válogatott meccset? Itt van a hely a válogatottban, megérdemli, hogy ezzel legyen csúcstartó. Most így áttolom mindenkire, és azt kérem, hogy aki szerint megérdem, tegye fel a kezét. Így ennyi, jó? Egy kéz, kettő kéz. Három kéz. Négy kéz. Jó, tehát négy kéz, oké. Tehát összességében megérdemel. Nekem rohadtul nincs fenn a kezem. Szerintem nem érdemeltem. Na, indulásra készen. Nem soká 5 óra, kezdődik a katari VB, Katar-Ecuador, de hát who the fuck cares, mikor Magyarország-Görögország ma este 20:15-től, úgyhogy indulás hamarosan, aztán találkozunk a fővárosban, a Puskás Arénánál, hajrá magyarok, hajrá Gyuzsák! Srácok, arra fogunk tippelni, hogy a mai meccs mi lesz. Azt fogja feltenni a kezét, aki szerint ma megverjük a görögöket, tehát nyerünk. Úgy sokan vagyunk. Mindenki tegye fel a kezét, aki szerint nyerünk. Kisgár, nem nyerünk? X. Nem nyerünk? Na, oké, akkor gyors tipp, mi lesz az eredmény? 1-1. Oké? Mi az eredmény? Mi lesz az eredmény? Mai? Aha. 2-1. Akkor nyerünk, oké, Frank? 6-5. Akkor 1-2. 1-0, és egyébként ő a Szabi haverja, Sacer. Szabi? 0-8. ez mi ez a tipp? Én ezt is most tudtam meg, hogy az van kiírva előre, aki a van. Oké, szó? Na jó. Tegnap tudtam. Újra az egészet. Szabi? 0-8. Na már valami rendes tippek. Legyetek már normálisak. Jó, Szabi? 1-1. Oké, szó? 1-2. Kisge? 2-2. Amúgy én is a Bo? Szerintük akartam, hogy nyerjék. Jó, de Gyuzsák, meg egyet! Szerintem Gyuzsák lő egyet, és nyerünk 2-1-re. Na, srácok, hát itt vagyunk Frankkel.
egyik legjobb gyerekkori barátommal és Sancival, az egyik régi Újpest szurkoló barátommal. Két kérdést tennék fel nektek, srácok. Szerintetek ez a Dzsudzsák búcsú meccs, ez megérdemelt, túltolt, nincs helye? Mit gondoltok róla, Frank? Én egyszer bekötöttem Dzsudzsáknak az internetet, tehát nem tudok függetlenül nyilatkozni. Én csípem. Szerinted helye van, megérdemli ennyi év után? Hát mekkora gólt vett? Értem, ennyi év után is. Hát miért, mert hány éves? Fiatalabb, mint én. Oké. Sanci, te mit gondolsz róla? Én vaciláltam rajta, de amúgy amennyi mindent tett Magyarországért, mert hogy a futballért, szerintem amúgy egy búcsú meccs most igazából ne fájjon nekünk, de amúgy az nyilván fura, hogy így nem tudom, régóta nincsen a válogatottban, és kap simán egy meccset, de... Haver, innen. Igazából ennyi. Legyen neki, megérdemli, hajrá Magyarország. Jó. Ki mit tippel erre? Ki mit tippel erre a mai meccsre? Ugye Magyarország, Görögország van, Frank? 6-5 továbbra is. Jó, legyen már kicsit komolyabb. Jó, 2-1. Nem, amúgy... 2-1 gólszerzőket is tudsz mondani? Nem, 1-0 Dzsudzsák. Ez amúgy, lesz a végén. Én ezt akartam mondani, nem át. 1-0 Dzsudzsi szabadrugásból. Szerintem meg... Figyeljetek, lesz egy kerkesz gól. Jó, semmi között nincs ezzel, hogy ezt vágjátok ki. Lesz egy, kerkesz gól, meg lesz, nem kettő gyönyörű. Új, de ezt rakjátok. Édes palatoni szél, művös mecsekité, leomló homlokzatok, illata a szabadságnak, íze nincs ilyenje másnak, a világot akárhol járod, ez a te Magyarországod. Édes balatoni szél, tömös mecsekítél. Édes balatoni szél, tömös mecsekítél. Illata a szabadságnak, íze nincs ilyen.
Szurkolóink, most ünnepélyes pillanatok következnek. Lezárul egy korszak egy nagyszerű játékos életében. Zsuzsák Balázs utoljára lép pályára a címeres mezben. Ma este Görögország ellen 109. alkalommal öltheti magára a nemzeti válogatott szerelését, ezzel rekordot állít fel. Soha senkinek szerepelt ennyiszer a magyar válogatottban. Ezeken a találkozókon összesen 21 gólt szerzett, és nem kevesebb, mint 52 alkalommal vezette ki kapitánként a csapatot a pályára. Számos emlékezetes mérkőzésen játszott főszerepet. Részese lehetett a magyar válogatott sikereinek. A franciaországi Európa-bajnokságon Portugália ellen 2 gólt szerzett. A Magyar Labdarúgó Szövetség nevében Berzi Sándor alelnök köszönti a válogatottságtól búcsúzó passzist. Zsuzsák Balázs, köszönjük szépen! Csak sikerült összefutnunk a fél időben, 1-0 ide, Sallai góljával, hogy láttad a meccset? Hát nem is gratuláltál a 4-1-es győzelmünkre, köszönöm. It was at this moment that he knew.
He fucked up. Kik mi lesz a végeredmény, ki fogja lőni a következő gólt? Sziasztok, hát Zsuzsák ügyesen játszik, és Salla is ügyesen játszik. Szerintem ez egy oké válogatott. Én azt gondolom, hogy ezt a meccset nekünk meg kéne nyerni valami 2-1-re vagy 3-1-re, Balázs. 2-0. Mit szólt Zsuzsákhoz? Örülök neki, hogy meglett neki a rekord, én szurkoltam, hogy végre megdönthesse, és büszke vagyok rá. És szépen húz a szél, nem? Igen. És látszik rajta basszus, hogy akarja, hogy jól teljesítsen. Megy, hajt, küzd, vannak jó labdái, úgyhogy hozza a szintet, amit nálunk is hoz a bajnokiban. Balázs, szerinted megérdemelt Zsuzsák Balázs karrier csúcsa? Igen, teljességgel. Ezt elmondod a nézőknek, hogy miért megérdemelt? Azért, mert az elmúlt 20 év meghatározó magyar labdarúgói közül egyedüliként soha nem mondta le a válogatottságot. Ott volt a 8-1-nél, ott volt a romániai 3-0-nál, ott volt Andorrában is. Úgyhogy ő mindig ott volt, ha hívták. A magyar válogatottat kvázi egy klubcsapatként tekintett hazájára, úgyhogy teljességgel megérdemli. Hát, nézzétek! Vitatkoznál velem, tudom. Gonosz. Felraktam, igen, mert hogy egyrészt Zsuzsákat én mondtam nektek, nagyon szerettem régen. Nekem ez az egész, ez a mostani búcsú nem jön annyira be. Szóval igen, gonosz, kicsit gonoszként raktam fel. Azt gondolom, hogy addig, amit csinált nekünk Zsuzsák a magyar válogatottba, le a kalappal előtte, még továbbra se. Érzem azt, hogy neki ezen a mai meccsen itt volt a helye. Mindezt úgy, hogy rohadt jól játszik. Na ugye, nem lók ki a mezőnyből, akkor mégis csak van helye. Rohadt jól játszik. Na, hát ennyi. De Balázs, de ezt meddig lehetne csinálni? Szóval, hogyha mi azt gondoljuk, hogy ő jó játékos, hány hónapon, hány fél éven keresztül lehetne még itt? Még mindig? Én azt mondom, hogy eddig is simán be lehetett volna hívni, nem is kezdőként, de ilyen 15-20-30 perceket tudott volna segíteni. Már az elmúlt 2 évben is. De nem ő a jövő, Balázs. Ez rendben van, azért mondom, hogy nem mint alapember, nem mint kezdőjátékos, nem mint kiegészítő ember, a hasznára lett volna a válogatottnak. Én szerintem. Hát... Nem értesz egyet, tudod? Nem, én szerettem Balázst, ezt mindig elmondtam, bárhol voltunk. Én ma tudok neki szurkolni, csak létszi ne a politika, létszi ne ez az egész. Zárjuk ki a politikát, elmondta rossz is, hogy senkinek nem tett szívességet. És amit Rossi elmondott, abba tudok hinni, abba akarok kapaszkodni. És Balázs is eddig jól, látszott, jól játszott. Na, én azt mondom, hogy ezt most így zárjuk le, menjünk vissza és szurkoljunk a második félidőben is. Hajrá magyarok, hajrá Zsuzsák! Hajrá magyarok! Cserél a magyar válogatott, lemegy a pályáról a 11-es számú Gerkesz Milos, pályáról ér 18-assal Nagyson! Nem viszi Zsuzsákot! Egyekán Milos Gerkesz, köszönjük benni a Zsolt Nagy! És elhagyja a pályát a 7-es számmal játszó Zsuzsák Balázs. A helyén 9-essel Ádám Martin költött a játékot. Köszönjük Balázs Zsuzsák, helyén Ádám Martin.
minden egyes embernek, aki tett azért, hogy 109-en a világ legszebb három színét magamra öltessem, a világ legszebb stadionjában búcsúzhasson. És a világ legjobb csukorodában ellen mondhassam azok köszönöm! És ti vagytok a legnagyobbak! Mi csak annyit szeretnék, hogy az élet